Maté Manus Podcast. Podcast a Zserba Matéról. Itt vagyok Lisztes Krisztiánnal a Kóstolom Borbárban. Mondhatjuk, hogy ez már Fradi BL törzse, mert Hajdú Attila volt itt egy hónapja, itt tartott borkóstolót. Örülök, hogy itt vagy. Kicsit mutatkozz be annak, aki nem ismerne. Kíváncsi voltam, hogy van-e neked bármikor is ilyen, hogy neked be kell mutatkoznod? Van, persze. Egyébként így a nevemet így sokan ismerik, ha lehet így mondani, még hogyha nem is ismernek meg mindenhol, de egyébként a Lisztes Krisztián név elég jól hangzik, ha lehet így mondani, vagy valaki, tehát sokan tudják valamihez kötni, nyilván a labdarúgáshoz, a focihoz. De igazából abszolút nem sértődök meg, hogyha valaki nem ismeri meg a nevemet, úgyhogy szeretek egyébként így beszélgetni, vagy barátkozni. Nem, abszolút nem probléma nekem, hogyha valaki mondjuk nem a labdarúgás területéről jön, vagy nem érdekelt annyira benne, úgyhogy nekem az a fontos egyébként, hogy viszonylag jó kis sugárzású vagy rendes ember legyen, vagy legyen valami közös téma, tudjunk kommunikálni. Te most azt hiszed, hogy most találkozunk először, de körülbelül egy 20 éve találkoztunk úgy, hogy te nem láttál engem. Ez életem első foci meccse volt, Magyarország-Svédország, és te rúgtad ugye a gólt. Hogy emlékszel vissza, ez mikor volt? 2001-2003? Valami ilyesmi? Hát nem vagyok egy ezekkel évekkel jó, de emlékezetes, igen, emlékszem, hogy tényleg nagyon nagy gólt rúgtam. Ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem sikerült legalább X-re hozni azt a mérkőzést, mert abban szerintem több volt. De jó, hogy mondod, mert így a gyerekkori emlékek azok szerintem nagyon meghatározóak, úgyhogy örülök neki, hogy mondjuk te gyerekként kim voltál, mert szerintem ez egy jó kis meccs volt, még hogyha ki is kaptunk, ez egy jó élmény lehetett gyerekként. Emlékszem, én is a bátyámmal sokat voltunk itt Fradi meccseken gyerekként, és hogy tényleg meghatározó élmény nekünk az, hogy egy bizonyos mérkőzés, aztán később, ha esetleg találkoztam azzal a volt játékossal, amikor a meccsen gólt lőtt, akkor az jó érzés. És minden meccsre így emlékszel? Vagy csak az ilyen, tehát mondjuk egy EB-selejtező vagy VB-selejtező, azt gondolom, lehet, hogy megvan így 0-től a 90. percig, de egy bajnoki, ha mondjuk valaki felidéző, hogy emlékszel 5 éve ezen a bajnokin, akkor azt is... Nem, abszolút nem. Sőt, van olyan csapattársam, amikor minden percre emlékszik, és így hogy ő emlékszik rosszul, de nem sok, sőt, ugye most elég sokat ismételgették a BL meccseket, és nagyon végig is adták a mérkőzéseket, és sok olyan meccs volt, aminek a részleteit már nem emlékeztem, és így érdekes volt visszanézni. De nyilván a gólok, vagy a meghatározó gólok, azok abszolút megvannak. Úgyhogy az a sérekelni meccs, ez megvan például, igen. Mennyien szólítanak le így az utcán, hogy Léci, Krisztián egy autogramot? Nem olyan sokan, tehát nincsen ezzel gond. De ha leszólítanak, igazából rossz emlékem, vagy rossz élményem nincsen ezzel kapcsolatban. Ugye most ez így kiderült, hogy eléggé szerény vagy, mert nem mondtad, hogy német bajnok voltál, meg te rúgtad az első magyar gólt a BL-ben. Ezt azért azoknak a nézőknek, akik nem 100%-osan ismernek, érdemes tudniuk. Milyen volt Németországban, most, hogy így belecsapok, az ital és ételfogyasztásnak a szigorúsága? Tehát mennyire kellett nektek odafigyelni arra, hogy mit tehettek, mit ihattok? Volt-e egy stáb, aki mondta, hogy ezt kell enned? Mennyire felügyeltek titeket? Volt-e mérés? Akkor még nagyon gyerekcipőbe járt ez is, és nem volt ez meghatározva. Azt tény, hogy a német és a magyar konyha azért más, és azért láttam, és próbáltam én is átvenni, sőt, azért láttam a pozitív hatását annak, hogy nem feltétlenül jól mondjuk a szénsavas üdítőitalot. Tehát itt nyilván Magyarországon még akkor is nagyon gyerekcipőbe járt ez, nem nagyon tudtuk, meg nem nagyon mondták el,
mindenki próbált egyébként egy picit azért így érdeklődni, mit tegyünk meccs előtt, mit ígyunk meccs után, előtt, mi az, ami jót tesz, mi az, ami feldob, mi az, ami kevésbé. A németeknél azért az meghatározó volt akkor az étkezési szokásaimat is változtatta, hogy több salátát tettek. Több salátát tettem én is, ugye én is áttértem utána a mentes vízre. Láttam a csapattársaim, hogy azért inkább mindig van a kezükbe egy flakon, és inkább vizet isznak, mint hogy bármiféle szénsavas dolgot, úgyhogy nyilván így én is formálódtam, én is érdeklődtem egyébként. A sört azt nem sikerült megszerettetni vele, bármennyien sörfesztiválon voltunk, de akár az almafröccs azonnal, azt áthoztam ide, vagy esetleg a sajtorta, ami különleges volt még annó, ami esetleg Magyarországon még nem volt ismert. Ez vannak egy-két, vagy egy-két ilyen sváb specialitás esetleg. De akkor még annyira nem figyeltek. Aztán volt nekem is edzőm a Ralf Rangnick, aki most egész ugye ezt a lipcsei dolgot felépítette. És ő volt az első olyan, aki tudományosabb oldalról is próbált minket megfogni dolgokkal, és nála volt például a edzőtábor, amikor Szakács volt velünk. Tehát az volt az először, azt szerintem én 2003-ban talán, akkor volt az először, amikor azt mondta, hogy figyeljetek, ez fontos, jön velünk egy szakács, akkor a edzések között olyan ételeket fog készíteni, ami azt szolgálja, hogy gyorsabban regenerálódjunk, több erőnk legyen, nagyobb energiaszintünk, és ez volt az első olyan talán, amikor így tudatosabban ezt így megkaptuk ott kint. Találkoztam már-e a Maté teával, vagy Matéval? Mondd is el, hogy mit látsz így magad előtt, így első benyomásra, mi az, amit érdekesnek találsz, vagy láttál-e már képet erről, vagy élőben láttál már-e ilyet? Nem tudom, én szerintem még nem ittam a teát, és nem láttam. Bár nem vagyok benne biztos, mert sógornőm az nagy tea szakértő, és amikor hozzá föl szoktam menni, akkor ő szokott velem elég sok teát itatni, és hogy esetleg mate teát is itatott velem, azt nem tudom, de... Lehet, hogy emlékeznél. Lehet, hogy emlékeznék, de érdekes, igen, ahogy kinéz, tehát ez a, nem tudom, szárított teafű, ahogy így látom, így szépen le van darálva, vagy nem is tudom, milyen állagban van, az egyik talán picit ilyen hosszúkásabb, a másik, ha ilyen, olyan, mint a, nem tudom, mint a, ilyen... Tök jó. Ami kis örlemény lenne. Érdekes nekem például, én korábban sokkal több teát ittam, aztán utána átpártoltam a kávéra. Ez 28 éves koromig nem is kávéztem, és talán az aztán volt, akkor kezdtem el kávézni. És utána, miután abba hagytam a focit, és ezek a megbeszélések, és akkor mindenki kávézik. És az elején ugye ezeket a látékat ittam, ezeket a kis teljes dolgokat, aztán én is elhagytam teljesen a tejet végül is az életemből, és akkor utána kicsit feketében, kicsit presszó, akár a borok is az életemben egyébként. Talán most kezdenek így bejönni, hogy néha-néha veszek egy üvegbort, esetleg otthonra is. De lehet, hogy ez meg kell érni, vagy a Attila barátom, a Hajdon Attilák kéne. Hívott egy jó párszor, hogy látogassak el hozzá, hogy tényleg szakértője a boroknak, vagy akár Dárdai Poli barátom. Pont őt akartam mondani. Aki, igen, igen. Nekem a nagypapám, neki volt Kecskemét mellett Kisvárdiba szőlője, és ugye ő csinált bort, de gyerekként nem is kóstoltunk, megmondták, hogy nagyon rossz bort csinál, az öreg nem is ívott belőle, de amikor körülötte lévő birtokosok, vagy ott a szőlőben megitták a borukat, akkor mindig átmentek hozzá, tehát mindig elfogyott a bora. Hát körülbelül igen. Ennyi így a bor, kávé, tea, de hogy érdekel, csak a teát, ha is szoktam teát inni, akkor vagy borsmenta teát szoktam inni, vagy nem tudom, néha is kipróbálgattam ezeket a különlegesebb teákat, amik bejöttek, ezek a mindenféle, nem tudom, kísérni. Mindenféle szálas tea. Tehát bemész egy teaboltba, akkor nem izgulsz, hanem
szinte bármelyik tea jól esik. Tehát szereted a tea ízét, vagy inkább mondjuk a hatása miatt érdekel, mondjuk egy borsmentánál. Szereted a menta ízt? Igen, inkább az íz miatt is. Aha, inkább az íz miatt. Hatása igazából annyira nem. Szeretem akár a Earl Grey-nek az illatát, de mézes teákat ittam régebben. Hát nyilván gyerekként inkább teázol, mint kávézol. Igen. És mondom, az a kávé eléggé későre kitolódott. És most valahogy mondom, ezek a, talán az életvitel, vagy a megszokás is, hogy a presszónak egyébként a, ugye elhagytam a cukrot is, hogy azt is inkább, azt viszont inkább a hatása miatt ittam. Tehát azt éreztem, hogy mondjuk érdekes, hogyha megiszok egy nap extrém, mit tudom én, 6-7 kávét, aha, annak a hatása nem olyan erős, mint hogyha mondjuk a jó időben megiszok egy presszót. Ez jó. Ez jó ez a, az idézítés. Kíváncsi vagyok, mert nagyon sok összehasonlítás van a kávé meg a matétea között. Ebben is van koffein. Ez egyébként nem egy tea, hanem egy másik faj. Tehát mint egy menta tea sem tea, hanem a menta növény van, így van leforrázva. Ugyanúgy a maté tea, bár a köznyelvben tea, ez is egy másik faj, és nagyon sokan isszák ezt Dél-Amerikában, tehát az egész uruguayi NB1 matézik, ugye Messi, Suárez is, Premier League-ben nagyon sokan. Igen, amikor először beszéltünk, én mondtad a Messit is, az nyilván fölcsillantta a szemem, meg így megütötte a fülemet, meg olvastam én is, amikor talán bejött a Matatea is, hogy erről írtak, igen, így a focival kapcsolatban is, hogy a dél-amerikai játékosoknál ez nagy, igen, nagy rituálé, hogy Matateáznak. Tehát ha mondjuk nézel Barca meccseket, akkor ahogy jönnek le a buszról, Griezmannnak ott van a kezébe, Araujónak, a Premier League-be Pogbának, tehát sok argentin játékos, aki ment a Premier League-be, például a Tottenham-be, ott elterjedt. És nem csak a dél-amerikaiak körében, hanem az angolok, meg más nemzetek körében. És az NB1-ben is egyre többen matéznak. Én például szállítok mondjuk az NB1-es csapatoknak a felének. És érdekes, hogy mondjuk valaki elmegy külföldre játszani, és úgy jön haza, hogy már matézik. És akkor néznek a csapattársak az öltözőbe, hogy mit tolsz, meg hagyjál már, meg egyszer mondjuk beleszívnak. Ugye Covid előtt érdekes, hogy egy többből isznak többen. Tehát, hogy ezt úgy hívják, hogy bombíja, ezt a fémszűrős szívószálat, ez szűri meg a teát. Tehát nincsen teatojás, meg nincsen külön szűrő, hanem maga a szívószála a szűrő. És mit akartam még mondani? Hogy akkor nem láttál még így... Nem. A Fradiban egyébként, nem tudom, hogy az öltözőben, gondolom voltál párszor megedzés előtt, senki nem matézik? Tehát ott vannak dél-amerikai játékosok. Hát amikor én voltam az öltözőben, vagy amikor én még aktívabb voltam, akkor még nem. Nyugodtan. Nekem volt argentin csapattársam a Fradiban Morales, de nem emlékszem rá, akkor még nem volt így ez a matetea elterjedve. Most azt csinálom egyébként, hogy itt van egy ilyen hegyet, formáztam a teából, és így kicsit így alá próbálom helyezni ezt a bombiát, és akkor ennek így kell állnia, nem illik mozgatni, néha elcsúszik, vissza lehet rakni. Itt meg azt szeretném, hogy itt egy lépéssel előrébb vagyunk, itt fogd be, légy szíves a tetejét, és fogd meg az alját is, és mint egy mixer egy kicsit rázd össze. Ez azért kell, hogy az apró, meg a nagyobb darabok azok így följebb, meg lejjebb süllyedjenek. Ebben már van víz is egyébként? Ebben nincs víz. Ebben nincs víz. Ebben, nincs víz. Ebben csak a teja van akkor ebben. Aha. Mit szólsz, hogy ilyen sokat raktam bele? Hát ez rengeteg, igen, azért. Okay. Ez egy adag egyébként? Igen, és ez ráadásul egy nem nagy adag. Tehát... Azt nem gondoltam. Igen. Igen, ez kicsit meglep. Aha. Ez itt ilyen szobahőmérsékletű víz. Ezt szoktak ilyen előáztatást csinálni, arra a helyre öntöm, ahol kevesebb a növény. És egy kicsit meg fog duzzadni majd a növény, és hogyha megduzzadt, akkor könnyebb ezt beleraknom, mert különben több ilyen cucc megy majd a szádban. Annyit elmondok, hogy kicsit készültem, egyrészt a szénsavmentes vízzel, mert mondtad, hogy átálltatok. Másrészt ez majd a Suáreznek a kedvenc matéja, ez meg Messinek a kedvenc matéja. Lehet, hogy egyik se fog ízleni, és lehet, hogy csak a szénsavmentes víz.
legyél őszinte majd. Ja. Ezt ugye többször fogjuk majd felönteni. Tehát az a lényeg, hogy reggel rakod bele a növényt, és egész nap veled van. Ezért van az, hogy mondjuk Suáreznek mindig a hóna alatt van a termosz, egyik kezében a tök, Messi is mindig ugyanez. Volt az, hogy csak egy tököt használtak ők ketten, mint két jó barát, és akkor egyszer az egyik itta le, feltöltötte, odaadta másiknak. Tehát ez inkább egy ilyen közösségépítő ital is Dél-Amerikában. Uh-huh. Viszont nagyon sokan használják teljesítményfokozásra. Például Griezmann azt nyilatkozta, hogy amíg ő nem bukik meg a dopingteszten, addig ő fog matézni. Nyilván ez egy ilyen szenzáció hajhász nyilatkozat volt, de itt az a lényeg, hogy nagyon sokan matéznek, és tőlem is kérdezik, hogy figyelj, ez nem olyan cucc, hogy ez veszélyes lehet rám nézve, és mondom, hogy hát, ha rád nézve veszélyes, akkor messzire nézve is veszélyes. Én is focizom egyébként, de csak ilyen amatőr ligákban. Azt vettem észre, hogy fókuszáltabb vagyok, jobban mennek a passzok, tehát amikor kicsit van ilyen koncentráció hiány, akkor a maté segít, hogy ez a passz az oda menjen, kicsit jobban bírom, ad egy ilyen extra önbizalmat. Nyilván az önbizalom az belülről jön, tehát nincsen, nem csodaszer, de nekem például segített. Mi az, amit te látsz ebbe egyébként, így magyar foci és matéte a kapcsán, teljesen őszintén? Én még nem tudtam erről, hogy így erre ennyire el lenne terjedve ez, úgyhogy nekem ez újdonság, amit mondasz, hogy így a fél NB1-es használja, úgyhogy én erről nem tudtam. És ebben most forró vizet öntesz, vagy a víznek milyen hőmérsékletűnek kell lennie? Nagyon profi kérdés. Ez 70-80 fokos víz. Nem kell, hogy ázzon, tehát most már egyből ihatod, ezért vigyázz a melegségre. A maténak az lényeg, hogy nem kell, hogy ázzon. Tehát azt nem kell mozgatnod, ez alapszabály. Ha mondjuk Argentinában matézol és mozgatod, akkor így fog nézni. Semmi baj, annyi, hogy kicsit, ha mozgatod, akkor több cucc megy a szálba. Így szokták fogni, és szépen lassan szűrcsögez. Ebből akkor van belekóstolhat. Így van. Én is töltök magamnak. Én egyébként a Messi féle matét fogom inni, mert azt már nagyon ismerem, ezt meg most kóstolom először. Ez a Suárez film, amit most belekóstoltam, igaz? Zöld tea íze van igazából. Ami nekem így elsőre. Igen. Minél többet vársz, annál keserűbb lesz a maté. Tehát mindig, ha föltöltöd vízzel, akkor általában nem vársz vele, hanem próbálod egyből leinni, mert különben már annyira keserű, hogy már nem élvezhető. Sokan így sem élvezik, tehát teljesen normális, az ember a keserűt alapból nem szereti, alapból az édeset szereti. Mert ugye az édesből tudja, hogy abban van kalória, és biológiailag az a lényeg, hogy legyen energiám. Akkor tudok túlélni. Viszont egy idő után az ember megszereti a keserűt is. Ugye a sör, a whisky, a kávé feketén, tehát tudja az ember magát szerintem olyan irányba terelni. Ha szűrcsölsz, az teljesen oké, az azt jelenti, hogy én tölthetem a következőt. És akkor van vége a matézásnak, amikor azt mondod, hogy amikor visszaadod nekem a tököt, és azt mondod, hogy köszönöm, vagy gracias. Ez az hasonló, mint nem tudom, amikor vízipipáznak az emberek. Pontosan. És akkor így átadják a másiknak. Egyébként, akiknek szállítok NB1-be, ott nem az egész csapat matézik, hanem néhány ember. Tehát például közel van, ahol én lakom, a harmadik kerületi túlpálya. És gondolkozom azon, hogy megkeressem a Kemenes Szabit, és azt mondanám neki, hogy adj nekem 2-3 önkéntest, akinek adok matét, és nézzük meg, hogy javul-e a teljesítményük. Mit gondolsz erről? Ez csak egy ilyen nemrég jutott eszembe ez az ötlet. Mit szól ehhez egy vezetőedző, vagy ez hogy tud erre reagálni? Hát nyilván a foci ez nagy üzlet, de hogy nyilván mindenki keresi egyébként, hogy mi az a pici plusz, amivel jobb lehet a másiknál.
Úgyhogy szerintem, aki nyitott erre, az lehet, hogy meg tudja próbálni. És mint te is mondtál, akár egy kapus pozícióba, de bármelyik pozícióba, talán nagyon fontos, hogy végig tudjál fókuszálni, végig koncentrált tudjál maradni. Aki ez segít, de nagyon sok játékosnak van akár egy pici rituáléja, vagy van egy hisz. Tehát a hit szerintem az nagyon sokat számít. Tehát most a kávé is lehet, volt csapattársam, mindig kávézott, persze ott hívott mérkőzés előtt, nem tudom, hogy megettünk egy annól még el, nem tudom, hogy szeret csokit. De van olyan hittél, hogy ez most segíteni fog. Nyilván nem csak ebben, ez egy összetett dolog, de hogy szerintem ez picit tud segíteni abban is, hogy kialakítsa magadnak egy olyan rituálét. Szerintem az fontos. Ugye, szerintem ez egy nyilván egy hosszú folyamat, amíg eljutsz odáig, hogy úgy menni ki a pályára, hogy mindent ki tudsz kapcsolni. Igen, ez egy olyan folyamat, hogy néha ez nehezebben megy, néha könnyebben megy, de van hozzá egy rituáléd, szerintem az rá tud segíteni. Amikor azt mondod, hogy akár megiszok egy teát, mérkőzés előtt nem tudom, még egy fél órával beleszürcsölök, amikor még kimegyünk mondjuk melegíteni, visszajött megint beleszürcsölök egyet, hogy azt mondod magadban, hogy ez nekem ez a rituálé, ez segíteni fog, akkor szerintem ez egy olyan dolog, ami pici százalékban segíthet neked. És lehet, hogy valóban jó hatással van, mondjuk te vagy a kávérád, lehet, hogy tényleg picit feldob, de az fontos az, hogy te akkor ezt így valahogy az agyadat is ráállítsad, hogy akkor összekapcsolod ezt a kettőt, hogy tudod, ha belekordja ezt a tejába, akkor utána kimész a pályára, és akkor ez az automatizmusok úgy beindulnak, hogy az pozitív irányba befolyásolják a teljesítményedet. Szerintem ez egy jó dolog tud lenni. Neked volt rituálid? Meccsek előtt? Nagyon izgultam, tehát engem le kellett vetköznöm, így ez egy nagyon-nagyon izguljak, és rituálim így nem volt, hogy nem tudom, egy lábbal ugrok ki, vagy bármilyen, de bármi tud segíteni egyébként. Sokszor az ember megsérül, akkor következő után valamit gondoljon ki, hogy valami, nem tudom, hogy ez megvédjen a sérülésektől. Ilyen rituálém nem volt, de így én foglalkoztatott engem is a pszichológia, akár az, hogy tudok jobban rá fókuszálni a mérkőzésre. Tehát nagyon-nagyon vékony nyíka lehet így mondani, tehát túl tudsz izgulni egy mérkőzést, amiből nagyon nagy készülsz, és aztán egy nagy görs lesz az egész mérkőzésből. Sok ilyet látunk. És valamikor felkészületlen vagy, az sem jó, nyilván kettő között. Tehát amikor színészek is szokták mondani, hogy pici izgulásnak meg kell lennie, ez a pici plusznak, de hogy meg kell lenni az örömnek, annak az érzésnek, hogy te szívesen csinálod, úgy mész fel a pályára, és valahogy így akár a nyomás alatt is játszol, mert most rengetegszer játszottam akár kieséssel, akár bajnoki címért. Tehát vannak nyilván olyan elvárások, amikor tudod, hogy ezen a mérkőzésen múlik az, hogy te tovább jutsz, kiesel, tényleg akár, nem tudom, a irodai dolgozóknak a felét elküldjük, hogy kiestek. Szóval tényleg azért van rajta sokszor nyomás, hogy ezt tudod kell kezelni. Nyilván ez egy folyamat, hogy ezt jól tud kezelni. Nem egy ilyen túl motivált, hogy nem tudom, mint a Vidal kiállítsák a 15-ben. Igen. Ezt tényleg nagyon jól kell kezelni. Úgyhogy nekem az volt a rituálém sokszor, ki Németországban, ha hazai meccs előtt, ha idegen játszottunk, 90%-ban mindig elmentünk már edzőtáborba vagy botába. És akkor ott tényleg megvolt az a rituálé, hogy együtt reggeliztünk, akkor utána volt egy közös séta, akkor séta előtt, hogy meg volt kis megbeszélésünk, meccsre vonatkozóan egy 15 perc, akkor tudtam, hogy van, nem tudom, ebéd fél 12-kor, és tudtam, amikor van még utána egy órán, hogy kicsit ledőljek, és átgondoljam fejbe az egészet, és igazából nekem ez volt így az egész rituálém, hogy amikor kimentünk a pályára, akkor már ilyen tiszta voltam, ha lehet, hogy mondom. Aha. Vendégmeccseknél mennyire van a rituálénak helye, vagy hogy érkezik meg egy csapat mondjuk egy vendégmeccsre, mennyire tudott egymásra hangolódni? Most csak azért is kérdezem, mert például az uruguayaknál látom, hogy mindig ugye viszik a matét, és akkor van egy ilyen közös matézás. Meg edzőtáborokban is este a tábortűz mellett, vörös húsok, meg maté, és akkor énekelnek, gondolom, meg szerintem egy nagyon jó ilyen kohéziós Igen, az nagyon fontos szerintem. Tehát ahol sikereim voltak, akár Fradiba, akár Brémával,
Az nagyon fontos, hogy meglegyen a csapat kohézió, így van. Az, hogy éled el, az megint egy más kérdés, vagy hogy ritkán alakul ki az automatikusan, de aki kialakul automatikusan, az a legjobb természetesen. De hogy ezek rá tudnak segíteni, ezek a csapatépítő összejövetelek, az edzőtáborok, az, hogy többet vagyunk együtt, az, hogy többet beszélgetünk, az elmenünk együtt bulizni akár. Az is el tud segíteni. Sokszor voltam Stuttgartban, és oda kikerültem magyarként, nem is beszéltem annyira jól, és ugye edzőtáborban, hogy most mondták, hogy gyere, menjünk ki. Tudom, pénteken lezárodott a felkészülés, másnap mondtuk, hogy megyünk haza, gyere ki, és akkor nem maradok, inkább pihenek. És akkor rá kellett jönnöm, hogy nem szabad otthon maradni, pihenni, néha egy buli, az egész csapattal többet ér. A sokkal többet ér, mint az, hogy te akkor most tartod magadat ahhoz, hogy én időben lefeküdtem, és akkor kipihentem magamat másnapra, mert az fontos, hogy a csapat kohézió az működjön. Közben Krisztiánnak kitöltöttem a második féle, Messi féle matét. Szokás az első felöntést nem értékelni, mert ez még annyira keserű szokott lenni, hogy sokan, például a volt urugvái elnök is, ő kiköpte mindig az első felöntést. De most nem köptem ki. Nem baj. Pedig egy borbár vagyunk, azért ezt érdemes megemlíteni, vannak itt köpőcsészék is. Érdekes nekem az, hogy lesz féle. Talán nekem először az jutott eszembe, mint hogy ilyen pici fokhagyma illatot éreztem, vagy fokhagyma fűszer benne, nem tudom. A Messi félébe ezt tisztábbnak érzem, tehát nem érzem például ezt a picit a fokhagyma illat, vagy nem tudom, valami hasonló jutott eszembe. Hasonló egyébként a két maté. Én próbáltam, tehát az volt a tervem, hogy azért legyen egy tükör, tehát valami nagy különbség, de azért eléggé hasonlít. Ez tényleg nekem is a Suárez féle egy kicsit zöldebb, kicsit ilyen fűszeresebb. Aha. Ebből lehet a fokhagyma szerintem ez a... Nem akarok nagyon ilyen borszakmai dolgokat mondani, de hogy ilyen provánci fűszerkeverékes dolog. A Messi féle kicsit lágyabb, számomra kicsit... egyensúlyosabb. Igen, tehát... nekem ez jobban ízlik, nekem is ez jobban bejött. Nekem is. Szóval te most az UDSE nevezető akadémia, vagy utánpótlás csapat, mi a pontos meg? Egyesület. Egyesület. Sportegyesület. Nél vagy, mint szakmai igazgató, vagy edző, vagy is. Mesélj erről egy nagyon picit, hogy keveredtél a Fradiból, mi itt a célod, és hány éves gyerekekkel foglalkozol? Én fejlesztési igazgató vagyok. A sportigazgató egy német úri ember, a Teo Steiner, akivel együtt dolgoztam a Fradiban is. És már csábítgattak egyébként, már jó, mert a második év az UDS-nek, hogy működik. Az első évet külön töltöttük, akkor még a Ferencvárosban voltam, és őszintén szólva az akkori szakmai igazgatóval nem volt meg a kémia. És láttam ennek egy évet, és nem éreztem azt, hogy az én szakmai fejlődésemnek ez jó most, hogy én ott vagyok. Tehát ezzel számára kötődök a Ferencvároshoz, nagyon nehéz döntés hoztam meg. Viszont ugye a Teo előtte dolgoztam már együtt, nagyon érdekelt, és nagyon jókat hallottam az UDS-nek az első évéről. 95%-os volt a edzés látogatottság száma például a gyerekek részéről. Senki nem akar felmenni, nagyon jól éreztem magam. Mindenki nagyon visszajelzések volt a szülő részről is. Aztán a második évben így belecsöppentem, azért láttam, hogy azért ott is ugyanúgy megvannak azok a problémák, akár a szülői részről, mint a bármelyik klubnál, mint a Fradinál. Viszont nagyon erős az, hogy szakmai megállapodást kötöttünk a Borussia Dortmunddal, egy 5 éves szakmai megállapodást, ami azért eléggé középhosszú távonak mondható, és nem csak nekünk, így edzőknek, vezetőknek egy fontos dolog ez, hanem ugye a szülők is sokan sajnos csalódtak így picit a magyar
képzésben, utánpótlásban, mert azt gondolom, hogy itt is nagyon sokat fejlődtünk, és nagyon sok jó dolog történt, amióta valóban sokkal több pénz, és sokkal nagyobb odafigyelés, akár szakmai, akár infrastruktúrális dolgokról is beszélek, változott a labdarúgásunkban, de hogy még mindig nem lehet azt mondani, hogy egységesen mindenhol mindenki megkapja azt a képzést, amit mondjuk azt mondanánk, hogy akár Hollandiában körülbelül hasonló országról, vagy nagyságról, vagy élekszámokról beszélünk. Horvátok? Akár a horvátoknál is, igen. De mindenhol speciális, tehát ez az érdekes. A lényeg az, hogy akik hozzánk kerülnek, azok nagyon-nagyon elszántak, ahogy látom, nagyon jól sikerült a sokszor kiválasztás, nagyon ugye a gyerekek kerültek hozzánk, akiknek valóban reális sanszuk van esetleg 16-17 éves korukba kikerülni esetleg a Dortmundhoz. Ugye mi azt úgy építettük föl, és a Covid-ben is beleszólt, de hogy minden évben kimegyünk a gyerekekkel, játszunk a adott korosztályon, vagy egy edzőmérkőzést, a legügyesebbeket ki tudjuk vinni egy-két hétre, külön edzeni. Látják, hogy állnak a Dortmundhoz képest, hogy... Igen, tehát azért tényleg egy világszínvonalú utánpótlás, vagy világszínvonalú klubról beszélünk, és akik rengeteg fiatalt vesznek, beépítenek, vagy saját külföld, vagy saját tehetséget, vagy külföldi tehetséget. És ugye látjuk most egy Dortmundot is, hogy 18-20 éves, vagy most akár ezt én mondom, 16 éves játékos is szerepel az első csapatukban. Igen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ez a kooperáció, amit velük kötöttünk, és ebből nagyon sokat tudunk profitálni. Úgyhogy próbáljuk valóban ezeknek az elvek mentén, ahogy kik is dolgoznak, átadni a gyerekeknek, Teónak, az én szaktudásommal, az én tapasztalataimmal, az edzőknek az, hogy olyan minőségű munkát tegyünk le az asztalra nap, mint nap, amire azt mondjuk, hogy kiadtunk magunkból mindent. Igen. Nyilván nincsen garancia, hogy te is focizol, tudod, hogy bizonyos szintig el lehet érni. Mindenkinek azért valamilyen szinten kötöttek vagy adottak a lehetőségei, de bármilyen szinten lehet élvezni a focit. Hogyha azt mondod magadból, hogy tényleg én megtettem, bennem ez a max, de hogy ez legyen harmadosztály, mint a válogatott szint, BL szint, de a lényeg az, hogy gyerekeknek azt szeretnénk átadni, hogyha minden nap hozzáteszik azt, tényleg 100%-ot kiadnak magukból, akkor igazából megtettek mindent annak érdekében, hogy ők eljussanak odáig, vagy amikről álmodnak. És hogyha nem sikerül, akkor is azt mondhatják, hogy egy nagyon közösségben voltunk, megtettem mindent, egy jó képzést kaptam, bármilyen szinten tudom élvezni a focit, a játékot, szeretem a focit, értem a focit, akár szurkolóként, akár szponzorként, akár játékosként. Tehát ezt az egész komplexitását próbáljuk így átadni a gyerekeknek. Igen, nagyon sok kérdésem van, nagyon érdekeseket mondasz. Először is szeretném megköszönni Munkácsi Dávidnak, ő az egyik edzője. Igen, a Dávid a 14-es csapatnak az edzője, így van. Hogy összehozott minket, és most itt matézhatunk, meg ilyen jó dolgokról beszélhetünk. Az egyik kérdésem, hogy a kiválasztás az nálatok évente néhányszor van, és ami meg még jobban érdekel, hogy mert én is fociztam a harmadik kerületben, meg a gázművekben, hogy a szülőknek a felelőssége, meg hogy merre terelik a gyereket, az egy, nekem egy, most így visszagondolva, hogy ezt egy edző hogy tudja kezelni, hogy mondja a szülő, hogy neked muszáj, a fiamnak muszáj lesz játszania, hát mekkora adományokat adtunk nektek, most mondtam egy példát, meg hogy jóba vagyok az elnökkel, szólok az elnöknek, hogy ha nem rakod be a fiamat, akkor baj lesz, meg elviszem inkább futszálozni, és szeretném, hogyha mondjuk két edzésről hiányozna, mert ki szeretném, hogy próbálja a fiam a futszált, ez most egy nem extrém eset, de mondjuk kosárlabdát. Igen. Ezekhez nektek van egy ilyen tapasztalati útmutatótok, vagy valami elméleti, hogy ezt hogyan kell kezelni? Hát nyilván, ugye most a magyar, nekünk is ugye bejöttek a TAO pénzek, tehát nekünk az egyértelmű, hogy senki nem hozhat TAO pénzt. Tehát semmiféle anyagi segítsége nem járulhat hozzá a klub működéséhez.
pont ezért, amit te is mondtál, hogy nem akarunk senkit sem szülőt, sem azon keresztül a gyerekét emiatt esetleg jobb pozícióba helyezni. Tehát nálunk tényleg valóban csak a teljesítmény számít. Nem könnyű a szülőkkel valóban az, hogy akár ezt is összeegyeztetni, ők is hallnak mindent, hogy mi az, ami még hova vigyem, kucálozni vigyem, nem tudom, atlétikai edzőhöz vigyem. Mi úgy alakítottuk ki, hogy hétfőkkel csütörtök pénteken edzünk, vagy szombat vagy vasárnapon az edzőmérkőzés, és a szerda pihenő nap. És én azt gondolom, hogy edzünk olyan jól az egész héten, hogy az egy pihenő nap, az nyilván bármire felhasználhatják, de azért a súlyba is le vannak terhelve, hogy szerintem az egy pihenő napnak kéne lennie. Ettől függetlenül tudom, nagyon sokan elmenek pucálhozni, és elviszik, nem tudom, különböző helyekre, és ez semmi nem. Tehát mindenkinek ez a saját belátása szerint dönt el, természetesen senkit nem tiltunk le semmiről. Ettől függetlenül szeretnénk úgy kialakítani, és igenis az, ahhoz azért ragaszkodunk, hogy valaki elmegy fucálozni, akkor az nem bánthatja a mi programjainkat. Tehát, hogy valaki hozzánk jön, akkor az igenis vegye komolyan az, hogy ő szeretne nálunk edzeni, szeretne itt elérni nálunk minél többet. És mondom, az nagyon fontos, ezt Németországban is megtanultam, hogy a terhelés-pihenés aránya az nagyon-nagyon fontos. Tehát szombaton bajnoki mérkőzés játszol a nagypályán, akkor másnap elmész fucálozni, akkor hétfőn nem lesz egy jó állapotban, az biztos. Ez nem feltétlenül jó. Sokan mennyiségben gondolkoznak, és szerintem minőségben kell gondolkozni. Nyilván vannak aztán olyan időszakok, akár lassan 15-16 éves korban, ahol valóban előtérbe kell majd a fizikalitás, amikor már... Tehát még akkor sem fejeződtek nagyon sokszor be, hogy ezek a növekedési fázisok. Tehát nagyon vigyázni kell azt, hogy mennyire, hogy erősíted a srácokat. Úgyhogy mi is inkább csak ezek a saját testük súlyos gyakorlatokkal, törzserő, akár egy kis plankekkel próbáljuk őket erősíteni, meg kell is erősíteni őket. De ugye nálunk is előfordul sokszor, hogy azért a tér problémák, növekedésből teredő problémák, fájdalmak voltak, amivel igazából nehéz mit kezdeni, tehát tényleg csak a pihentetés, akkor lehet esetleg ezeket a úszásokat, ezeket a plusz sportágokat elővenni, hogy valamit tényleg mégis a tüdőkapacitásnak mégis megkapd azt a terhelést valamilyen szinten, amit igazából a focit nem lehet semmi mással kompenzálni. Tehát így nehéz azt mondani, hogy akkor. És nyilván aki meg 15-16 évesen eljut arra a szintre és ügyes, nyilván mindig kell fejleszteni, és mindig kell nézni azt, hogy mi az, ami hiányosságod van, nyilván kell ezen dolgozni. Tehát nagyon fontos akár egy erőléti edző későbbiekben, egy koordinációs edző. De nyilván az összetett dolog, de a legfontosabb, ugye mi 10-től 14 éves korosztályunk van most kb. 70 gyerekkel. A legfontosabb az, hogy mindent labdával, mindent a foci megközelítéséből próbáljunk nekik átadni. Adjunk még Suárez Maténak még egy esélyt. Jó, oké. És most, hogy visszacsatoljam az első kérdésemhez, nálatok van étrend szabálya az UDS-nél? Tehát, hogy ti mondtok a szülőknek, hogy inkább mit tegyenek, mit nem, vagy ti itt még szabad kezet adtok, és ha a gyerek pizzázni akar ötször egy héten, akkor pizzázom, maximum majd látni fogjuk a hétfői edzésen, hogy nem megy annyira, de nyilván ez a szülő felelőssége is, hogy ne adjon neki annyi pizzát. Igen, tehát még azért ehhez mondhatni, hogy kis egyesület vagyunk, de próbálunk tényleg így minden apróságra figyelni, de nincsen külön étrendünk, vagy nincsen szakértőnk, de ugye a gyerekeknek próbáljuk ezt mi is azért normálisan átadni, hogy mondjuk mérkőzés előtt mi az, ami tud segíteni, mérkőzés után mi az, ami tud segíteni. Akár a faluban is volt sokszor, hogy nem tudom, szőlőcukorba hittek a gyerekek még, mert nem tudom, azt gondolta, hogy az neki nagyon jó, hogy nagyon gyorsan feldobja a vércukorszintet, nagyon gyorsan ledobja. És akkor mondtam nekik is, inkább akkor legyen banán, olaszal, gyümölcs. Én is kérdeztem, azért próbálom, hogy kérdeztem őket, hogy mit reggeliznek. De is próbáltuk úgy alakítani, hogy legalább a fél időben nekünk legyen akkor kis energiaital,
Nem szénsavas energiaital. Nem szénsavas energiaital, tehát nem erre a Red Bull-féle dolgokra gondoltam, hanem valóban amilyen sportenergiaital, ami esetleg vissza tudja pótolni az első fél időben elvesztett energiákat, de legyen banán, és én is azért volt egy-két olyan akár szülő is, amikor erre felhívtuk a figyelmet, de nyilván ez nem olyan egyszerű, nem mindenkinek ugyanaz a pénztárcája. Tehát sajnos nem életszerű, ez az igazság. Nem tudod mindenkinek azt mondani, hogy figyelj, ez lenne a legjobb, és próbáld így, szóval érthető okokból, de a gyerekeknek is egyre tudatosabbnak kell lenniük, és ezt mi átadjuk azért nekik. Nyugodtan így áll, mert most ez még intenzívebb lesz, és kóstolj meg hozzá, hogyha szereted a kakaós csigát, fogalmam sincs, hogy szereted-e. Szoktam. Sok argentin szereti az édeset, meg a keserűt együtt, aha. És az egyik egy fahéjas, a másik egy kakaós csiga, és a Messi is egyébként nagyon édes szájú. Aha. Tehát amin én meglepődtem, az volt, hogy volt a Messinek egy időszaka, amikor nem menne ki annyira, és lehozták cikkek, hogy új diétát kellett nála bevezetni. Olvastam ennyi róla, ilyen. Nagyon sokat pizzázott, imádja a tésztákat, imádja a krumplit, és szereti az édességet. És mondta neki a dietetikusa, hogy több maté, kevesebb pizza, több saláta, de teljesen megértem őket. Édesre a keserű, keserűre az édes. Próbáld ki. Amíg itt eszegetünk, addig azt szeretném megkérdezni, hogy csak amennyire te erről beszélhetsz, hogy a te saját gyerekeidnél meccs előtti rituálé, étrend, italrend van-e? Tehát, hogy mondjuk ti tésztáztok-e? Én kicsit ebbe a tésztás dologban hiszek meccsek előtt pár órával, mondjuk 2-3 órával, aztán meccs előtt matézom, ugye én egész nap matézom reggeltől, de még így meccs előtt fél órával, 15 perccel, nekem ez alakult ki. Nálatok van-e ilyen? Németországban az abszolút működött, tehát volt egy közös reggeli, ott azért ugye félasztalos reggelik voltak, sokszor az ebéd meg a vacsora is. De nálunk az volt a bevett szokás. Akkor kezdem mondjuk a vacsoránál, ugye a vacsoránál voltak ezek a vörös húsok, sztékek, halak, lazac, hozzá zöldségektől kezdve, brokkolitól kezdve ezek a minőségi desszertek is akár, ezek a csokimusztól kezdve, gyümölcsel, leperrel. Ez meglep, hogy édesség vacsorára. Ez meglepett. Akkor még az volt. Abban az időszakban, és az ebéd az mindig tészta volt. Tehát az tényleg tészta volt. Annyi, hogy érdekes, hogy ott volt sokszor, hogy ott is volt desszert, tejbeli is. Ez olyan fura, mert a tejbeli is volt tejet sokszor. Rá a főételre enni, most én nem vagyok szakértő, csak olyan furán. Volt olyan helyen, amikor tejbeli is még így volt desszertnek lehetett. De abszolút a tészta, tehát a spagetti, és attól függ, mikor játszottunk, mert volt olyan is, amikor mondjuk később játszottunk fél hétkor, akkor volt esetleg még egy meccs előtt, még egy kávé, és inkább ezek a ilyen szárazabb kis sütemények voltak akkor, ami esetleg a kávéhoz meg lehetett enni, vagy de a tészta az abszolút, tehát a mérkőzés előtti az nálunk is az volt a tészta, és a mérkőzés után az, hogy szinte felmentünk a buszra, már ott egyből kaja volt. Tehát egy órán belül egyből visszatölteni akár tészta, akár pizza. A buszon már igen, vagy akár. Egyből visszatölteni meccs után. Igen, egy órán belül minél hamarabb. Ha
akár hús, ha nem voltál éhes, ha éhes voltál. Az egy meccs után sokszor nem vagy éhes. Tehát kifutod magad. Meg az adrenalin, meg ideges vagy még. Igen, igen, amíg pekes vagy, még kihúznak valami dopingvizsgálatra, amíg ott ülsz egy az nagyon keresztül. Hosszú. Hát az rossz, igen, én sokszor megjártam, hogy mondjuk még fél időben is elmentem WC-re esetleg, és utána abszolút, tehát kellene ott 2-3 óra. Faszta. Hát volt olyan, hogy már nem tudom, elment a repülő, én busszal mentem vissza, mert... Ne! Mert tudod, az... Ez egy kicsit egy bók is, nem? Amikor elvisznek dopingvizsgálatra. Tehát nem érzed azt, hogy... azt hiszik, hogy én tolok valamit. Igen. Igen. De másrészt meg nagyon bosszantó, hogy ott ülsz. Töltök abból, ami jobban ízlet. Csak akartam még Suáreznek, nehogy aztán felhívjon. Érdekes, hogy ízben nem érzem, csak... A illatban érzem ezt a pici ilyen, mondtam ezt a fokhagymás ízt. Van most illatot, már ízzel. Érdekes, hogy a bor kultúrában benne van az, hogy megszagoljuk előtte, de a matéban nincs. Tehát ami mondjuk a maténál a szaglást helyettesíti, az, amikor leiszom az összes vizet, és szürcsölök. A boroknál is van az, amikor levegőt engedek, amikor így ráengedem a levegőt, amikor a bor a számba van. Ez szerintem, amikor már nincs víz benne, és csak az üres levegőt szívott, sokkal intenzívebb a maténak az ilyen aromája. És talán ez az, ami így hasonló a bor kóstoláskor. Ami így az utolsó téma, amit szeretnék megkérdezni, hogy Argentínában 7 éves kortól már így matéznak a gyerekek. Mit látsz te Magyarországon, mondjuk ugyanaz az analógia, mint ahogy a Tué-nál a Kemenes Szabit mondjuk megkérdezem, hogy adj 3 játékos. Nálatok ugye bonyolultam, mert ott szülők is vannak, de azt mondanám nektek, hogy mondjuk U14, Munkácsi Dávid, meg tudnád-e kérdezni a játékosok szüleitől és a játékosoktól, hogy 3 játékosnak bevezetjük a matét a rutinjukba, a rituáléba, meg az étrendjükbe. Milyen fogadtatásra számíthatok? Most így tippre. Meg mit gondolsz az egészről? Érdekes kérdés. Nem tudom, mennyire nyitottak a szülők, de ennyire még én sem ismerem őket. De nyilván, ahogy látom, azért a szülők is nagyon elvakultak, ha lehet így mondani. Tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekük befussa azt a pályafutást. Amit ők nem. Sokszor igen, de egyébként nyilván segítik mindenben a gyerekeket. És hogyha bármilyen pici apróság segített nekik, akkor szerintem arra nyitottak. Bár én ebben kicsit kételkednék, tehát most ebben a mateteában, tehát 3-ból 2 azt mondaná, hogy nem, és szerintem egy valaki mondaná azt, hogy jó, kipróbálom esetleg. Tehát én talán ezt látom így a szülői részről, körülbelül ebben a százalékban mondanám, 3-ból 1 mondaná talán azt, hogy... Az nagyon jó arány. Szerintem. Tehát a 3 legügyesebbek kivennénk, abból 1 azt mondaná, hogy igen. Nem tudom igazából, tehát... Nem is kell az, hogy ügyes legyen, bocsánat, hogy közbeszólok, hanem akinél mondjuk úgy érzitek, hogy az a mini, mondjuk kis koncentráció hiány, ami lehet, hogy mondjuk önbizalomból fakadó, mondjuk befejezéseknél, ami hiányzik, esetleg bele őt megkérdezni legelőször, aztán ha ő nem, akkor... Mindig a újtól való félelem egy picit az emberekben, ugye nem tudják hova tenni ezt a mateteát igazából, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez doping, nem doping, mennyire koffein, mi van benne, és amellett meg tényleg azt látjuk, hogy isszák a szénsavast, isszák, vagy eszik a csokikat, vagy a túl sok pésütik, túl sok ezt, túl sok azt, és erre pedig nem gondolnak, hogy esetleg az a nem jó, és lehetne ezen esetleg változtatni pozitív irányba. Sokszor ez van, amikor mondjuk így tartok egy előadást matéról, akkor az van, amit mondasz, ez a kérdés, és utána olvasnak, magukat megnyugtatják, hogy úristen, ez nem hogy káros, hanem nagyon egészséges, és utána jönnek vissza, hogy ja, egyébként hogy volt ez a maté, vagy most ez miért ajánlasz? És ez nekem nagyon tetszik, mert
mert megteszik a házi, megcsinálják a saját házi feladatukat, és úgy jönnek utána oda, hogy nem kell nekik nagyon magyaráznom, mert utána olvastak. Másik megoldás meg, hogy meglátják Messi kezében, és ő ugye egy félisten. A legjobb reklám. Igen. A legjobb influencerem, alig kell érte fizetnem. Így van. Jó. Mit akartam még? Azt mi az, hiszem, amit te éreztél most így, amíg beszélgettünk? Te azért sok kávét iszol? Viszonylag igen. Ma még nem ittam kávét. Ez tök jó. Úgy jöttem. Ez tök jó. Direkt úgy jöttem, hogy most voltam egy kressz vizsgán először. Kressz vizsgán voltál? Igen, mert 40-valány éves fejé rám beszéltek, hogy vegyek egy Vespát. És akkor ahhoz kell ugye a jogsi, vagyis a motor jogsit, és akkor ahhoz le kellett most lennem a kressz vizsgát, és akkor mondom, úgy jövök, mert tudtam, hogy utána jövök hozzá teázni, hogy akkor ezt így tök jó. Ne bántsa a kávé egymást, vagy nem tudom, hogy laboratórium. Van olyan, aki kávézik is meg, matta teázik is? Van. Általában az szokott lenni, hogy nagy kávésok lerakják a kávét egy idő után. Én azt látom, hogy akik elkezdenek matézni, átlagosan az szokott lenni, hogy mondjuk heti 5-ször matéznak, egyszer kávéznak. Aha. Mert a kávénak az íze, meg mondjuk egy cappuccinónak a sejmessége az pótolhatatlan, az íz, ami a kávéban van. De a maténak a hatása az így nagyon egy mondattal összefoglalva az szokott lenni, hogy olyan, mintha egész nap délelőtt 10 óra lenne. És majd kíváncsi vagyok, hogy fel foglak hívni este, hogy milyen volt így a napod, vagy milyen volt így az energiaszinted. Nyilván egy matézás után ez nem annyira releváns, de kíváncsiságból majd érdekelni fog, hogy telt a nap. Annyi mondjuk, igazából ugye nekem volt egy nagyobb sérülésem Brémában. Meg igyál majd légy szíves mentes vizet, mert van egy minimális vízhajtó hatása. Nem tudom, hogy szorongatod, de mindjárt vége a podcastnek, aztán elmegyünk WC-re. De hogyha nem kell, az is normális, mert vannak, akiknek nem nincs meg ez a hatás. És ugye én is változtattam akkor elég sokat az étrendem, és pont elhagytam ezeket a fehérlisztes dolgokat, kevesebb cukrot, és érdekes, hogy ezek az ízek most, nekem ez nagyon édes, ez pedig nem annyira keserű nekem a matetea, és úgyhogy sokkal kevesebb cukrot fogyasztok igazából, nagyon nagy a kontraszt, hogyha megeszik egy csokit, belekasztolok ebbe a fahéjas csigába, vagy kakaós csigába. Úgyhogy jól esik, nincs ezzel gond. De hogy nagyon édesnek érzem. Aha. Nagyon édesnek érzem. És ezeket akár úgy, hogy a zöldtát is ittam, vagy borsmentát, és az sokszor cukor nélkül iszom, hogy igazából nekem ez egy kellemes íz, így ez a matateában. Nincs ezzel a keserűséggel nekem ez a problémám. Hogyha te kipróbálhatnád az ízesített matét, tehát tegyük fel, hogy mondjuk narancsos ízesítésű maté, azt szívesen megkóstolnád mondjuk valamikor? Igen, mindenféleképpen. Aha. Mert általában én úgy szoktam indítani, hogy gyümölcsös vagy natúr. Aha. Ugye mindenki szinte Argentínában natúr matét iszik, 30%-uk rak bele cukrot, nagyon édes szájúak, Uruguayban meg Brazíliában senki nem rak bele cukrot, tehát ott az ördögtől való dolog. És Magyarországon pedig, amikor elkezd valaki matézni, jobban szereti a gyümölcsösebb. Ugye mi szeretjük a kávéba a tejet, szeretjük a teába a citromot, cukrot. Igen. Örülök, hogy akkor majd kipróbálnál egy narancsosat. Jó. Kapsz tőlem egyet ajándékba, meg egy többet is. Hogy így elvállaltad ezt a podcastet, ismeretlenül beleugrottunk a maté levesbe. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Meg Munkácsi Dávidnak is, meg a Kostolom Borbárnak is. Köszönöm!